hogy ez a László Andrássy tradicionalitás definíció is mutatja, metafizikai tradicionalitás, vagy metafizikó tradicionalitás. Ennek az esetében tulajdonképpen arról van szó, hogy mindazokat a hagyományvonulatokat szemléleti középpontba helyező megközelítésről van szó, amely hagyományvonulatok szigorúan az egyes hagyományoknak a végcéljaira irányultak. Ugye a történeti síkon különböző hagyományokról kell beszélnünk. Létezik keresztény hagyomány, muszlim hagyomány, hindu hagyománykör, buddhista hagyománykör. Ezek a hagyománykörök roppant komplexek, különböző alhagyományokat, kisebb hagyományköröket felölelőek. Amikor azt mondjuk, hogy metafizikai tradicionalitás, akkor tulajdonképpen azt mondjuk, arra próbáljuk irányítani a figyelmet, amely ezen komplex hagyománykörökön belül kimondottan a végcélra, a metafizikai abszolútumra irányuló hagyományok voltak. Azt lehet mondani, hogy a metafizikai tradicionalitás az egy olyan tradíció, egy olyan hagyományértelmezés, amely elsőlegesen azokra a hagyományokra van tekintettel, amelyek a nagy különböző hagyománykörökön belül leginkább a végcélra irányultak. Így a kereszténységen belül például nem a katolicizmus, protestantizmus ellentétre van tekintettel, vagy a katolicizmuson belüli különböző dogmatikai hagyományokra van tekintettel, vagy különböző művészeti, kulturális tradíciókra van tekintettel, hanem arra a keresztény hagyományra, arra lényegi és eszenciális keresztény hagyományra, amely a kereszténység lényegének, krisztusi lényegének megfelelően kimondottan a végcélt, az atyával való egyesülést akarja elérni. Hasonló módon a buddhista hagyomány esetében nem egyszerűen a különböző történeti buddhista hagyományoknak megkülönböztetésére összpontosít a metafizikai tradicionalitás és a különböző fenomenológiai, morfológiai eltérésekre, hanem arra a buddhizmus azon lényegére, amely szerint igenis lehetséges az, hogy az ember buddhává váljon, vagyis a teljesen tökéletes metafizikai éberséget, felébredettséget elérje. A muszlim hagyomány vonatkozásában a metafizikai tradicionalitás leginkább azokra a megközelítésekre van tekintettel, amelyek a Allah-val való egységet, egységnek a lehetőségét erőteljesen tételezték, és az itihádot, az egyesülést, az egyéválást, az Allah-val való egyéválást komolyan tételezték, és ennek a lehetőségét hagyományszerűen közvetítették a későbbi korok számára is. És így tovább a különböző más hagyományok esetében, így a hinduizmusnak és a taoizmusnak, konfucianizmusnak az esetében is. Tehát a metafizikai tradicionalitás ebben a maga lényegét tekintve nem mást jelent, mint egy tradicionális végcélra irányulást, és a végcélra irányulásnak a hangsúlyozottságát. Így kell értenünk. Nem pusztán egy, és elsődlegesen nem egy 20. század végén, 21. század elején megjelent szellemi irányzat, irányvonal, amelynek ezek meg ezek, XY vagy YZ és egyebek a képviselői, ilyen és olyan személyek, hanem egy olyan irányulás, amely a tradícióknak a különböző komplex irányulásain belül elsődlegesen arra irányította a figyelmet, hogy azokra a hagyományvonulatokra irányította a figyelmet, amelyek a végcélra irányultak. Ez az előadás sorozat ennek a jegyében zajlana, egy ilyen előadás sorozat harmadik előadását szeretnénk most megtartani. Azt a célt, amelyre a metafizikai tradicionalitás irányul, László András a tanításaiban metafizikai abszolútumnak, abszolútum metafizikumnak, vagy metafizikum abszolútumnak nevezte. Ez az a cél, amire a kimondottan metafizikai tradicionalitás irányul. De nyilvánvalóan ez a célnak egy elnevezése, csupán egy megjelölése, egy rámutatás a célra. Azt lehet mondani, hogy maga az abszolútum
megjelölés és az abszolútumnak a hangsúlyozása egy körülbelül 19. század végi, 20. századi megjelölés, amelyet András felelevenített, vagy előtérbe tolt, és hozzátette a metafizikai jelzőt, vagy a metafizikum jelzőt. Ez a 19.-20. században a mai kornál sokkal, napjainknál sokkal inkább használt kifejezés, vagy megjelölés. Az egyes hagyományokban, nagy hagyománykörökben, az emberiség legnagyobb tradícióinak a köreiben azonban más elnevezést kapott. És a mai előadásnak az a témája, hogy ezeket az elnevezéseket, ezeket a megjelöléseket a főbb hagyományok tekintetében áttekintsük, és ezek jelentésével kicsit foglalkozzunk. De nyilvánvaló, hogy a kereszténységben az abszolútumnak a megjelölése Isten vagy Atya. A muszlim hagyomány esetében az abszolútum megjelölése Allah. Ezekkel a mai alkalommal nem foglalkoznánk. Ezek elérhetőbb hagyományok, és tulajdonképpen aki a kereszténységben vagy az iszlámba belehelyeződik, az pontosan tudja, és számára egyértelmű, hogy az abszolútumnak az ottani megnevezései mik. Ennél egy kicsit kevésbé egyértelmű a buddhizmusnak a nirvána kifejezése, amely szintén megfeleltethető a metafizikai abszolútumnak, és ugyancsak kevésbé egyértelmű az Isten vagy Allah kifejezésnél a hindu hagyomány mukti vagy móksá kifejezése, vagy a hindu-buddhista sunyata kifejezések, amelyek szintén az abszolútumnak a megjelölései, és az adott hagyománykörökben a végcélt jelölik. Ha azt mondjuk, hogy a metafizikai tradicionalitás egy olyan fajta tradicionalitás, egy olyan fajta hagyományigenlés, amely mindent előzően kimondottan a végcélra, az elgondolható és lehetséges legmagasabb célra irányuló tradicionalitás, akkor ezekre a kifejezésekre, említett kifejezésekre külön tekintettel kell lennünk, és ezeket a lehető legpontosabban kell értenünk. A buddhizmusban a metafizikai abszolútumnak, vagy abszolútum metafizikumnak az egyik megfelelője a nirvána. A monoteizmus kultúr körében felnőtt ember számára, aki ez a kereszténységnek a személyes istenképe, vagy személy közeli istenképe nagyon közel áll, és tulajdonképpen a metafizikai konszideráció egy ilyen kultúrkörben felnőve próbálja kialakítani. Most egy ilyen személy számára, tulajdonképpen valamennyiünk számára, akik ebben a kultúrkörben nőttünk fel, meglehetősen nehéz lehet megérteni, hogy egy személyes istenképből kiindulóan, vagy személy felett ilyen személyes istenképből kiindulóan, amilyen a kereszténységé, illetve az iszlámé, megérteni egy ilyen fogalmat, mint a nirvána. Hogy ezt a kifejezést többnyire ilyen kihúnyásként szokás fordítani, vagy szokás visszaadni, és hogyha nem is így fordítják, vagy ha konkrétan nem is fordítják le sehogy, az embereknek a nagy többsége nirvána alatt valamiféle kihúnyást ért. Hát ez nagyon nem helyes. Nem annyiban nem helyes, hogy egyáltalán semmi köze nincs a buddhista nirvána kifejezéshez, a kihúnyásnak, hanem főképpen abból a szempontból nem helyes, hogy magában a kihúnyásban, és illetve a kihúnyásról alkotott képünkben semmi olyan nincs, ami a végcéllal, a végső misztériummal lenne kapcsolatos. Tehát a kihúnyás az valamiféle ilyen elveszítéssel sokkal inkább kapcsolatos számunkra, mint egy beteljesedéssel. És a végcél, mert a fizikai értelemben mindenféleképpen beteljesedés. És hogy ezt a beteljesedést egy ilyen elveszítésként, elveszítettségként, kihúnyásként értelmezzük, akkor az nyilvánvalóan nem hordozza számunkra eléggé
a végcélnak a valóságát, végcél valóságának az ideáját. Most a nirvána nem egyszerűen kihúnyás. Hogyha a kihúnyásnál sokkal pontosabban szeretnénk megérteni ezt a buddhista végső valóság felfogást, azt kell mondanunk, hogy ez egy olyan ellobbanás, egy olyan transzcendentális ellobbanás, amelyre nem igazán az jellemző, amely az ellobbanást követően beáll, vagy amely az ellobbanás, amelyet úgy fogunk fel, hogy az ellobbanás után mi van, mi következik, hanem úgy tudjuk megérteni igazán a buddhizmus abszolútumnak megfelelő centrális ideáját, hogyha magára az ellobbanás pillanatára koncentrálunk. Tehát figyelmen kívül hagyjuk, és a szemléletünkből kizárjuk azt, ami ezután az ellobbanás után, időbeni értelemben után következhet, és szigorúan magára az ellobbanásra összpontosítunk. Ebben az értelemben a nirvána ideájának, buddhista ideájának az esetében teljesen figyelmen kívül hagyható az, ami kihúnyás, ami az ellobbanást követő időszaknak a teljessége, és szigorúan arra kell a figyelmünket irányítani, hogyha meg akarjuk érteni ezt a végsőre, abszolútumra irányuló buddhista eszmét, ami magának az ellobbanásnak a pillanata. Az ellobbanásnak a pillanatát sokkal inkább jellemzi a kihúnyásnál egy végső felfénylés, egy intenzitásbeli maximumra jutás, mint mindaz, ami utána következik. Ez a buddhista idea, vagy nirvána, ebben az értelemben nem összpontosít arra, ami a ellobbanás után következik, és az ellobbanás után van, hanem arra figyel, és nézeteink szerint innen ez ennek az eszmének a végső lényege, egy végső felfénylésben van, egy végső felfénylésben feltárul. Egy végső intenzitás, egy intenzitásbeli maximum. Hát, hogyha például a szellem definícióként, a szellemnek, mint olyannak, a szent szellemnek, mint olyannak a definíciójaként azt fogadjuk el, hogy subjektum in actu, amit szintén László András határozott meg definícióként, és feltesszük azt a kérdést, hogy mi a különbség a szellemiség és a metafizikalitás között, már amennyiben ezek között van különbség, akkor azt mondhatjuk, a szellemiség és a metafizikalitás között az a különbség, hogy a metafizikalitás az a szellemiségnek a végső intenzitási fokra való elérése. A subjektum in actunak egy ilyen végső intenzitásban levése. Mind az aktus tekintetében, mind a szubjektum tekintetében egy végső intenzitásra való eljutás. Ez az, ami a metafizikai valóságnak a jellemzője. És ezt nyilvánvalóan, ezt a metafizikai valóságot a szellemiség felfokozása révén lehet elérni. Most hasonlóképpen a buddhista nirvána idea, a buddhizmus nirvána ideája egy ilyen végső felfénylés, egy végső ellobbanás, egy ilyen végső intenzitásban létet jelent, és sokkal helyesebb, ha így értelmezzük, mint hogyha egy egyszerű kihúnyásként. Tehát végső intenzitásban lét, transzcendentális ellobbanás. Most gyorsan hozzá kell mindezt tennünk, hogy a hagyományoknak a végső ideái, végső céljai tulajdonképpen kifejezhetetlen misztériumok. Végső misztériumok, nagy misztériumok, ahogy Eleusisban nevezték ezeket, vagy ahogy Jénon is nevezte, nagy misztériumok. Nem lehet őket kifejezni, a nyelv béna velük kapcsolatban, és tulajdonképpen minden nyelvi megközelítés, minden definíció pontatlan velük kapcsolatban. De ezért talán érezzük az elmondottak kapcsán, hogy például, bár fenn kell tartanunk magunkban azt, hogy ezek misztériumok és a kifejezhetetlenség körébe tartoznak a különböző abszolútum megfelelők az egyes hagyományokban, de mégis éreznünk kell,
hogy az egyes definiálási kísérletek, vagy megfogalmazási kísérletek nem egyenértékűek az abszolútum kapcsán. Tehát bár igaz az, hogy kifejezhetetlen maga a végcél, és maga az abszolútum egy bármelyik hagyomány megnevezésének az esetében egy tényleges misztérium, és a lehető legnagyobb misztérium. Azért azok a definíciók, amik rá vonatkozóan születtek, azok nem egyenértékűek. Egy olyan definíció, amely kihúnyásként értelmezi a nirvánát, nehogy Isten megsemmisülésként, egy végleges megfosztottságként, egy olyan definíció nem összevethető azzal, amely mondjuk transzcendentális ellobbanásként, az előbb említett módon és értelemben egy ilyen végső intenzitásban létként értelmezi. Tehát bár kifejezhetetlenek az abszolútumnak a tradicionális megfelelői, azért mégis a különböző kifejezési kísérletek között nincs egyenértékűség, és vannak jobb és kevésbé jó értelmezési kísérletek és definíciók az abszolútum egyes megfelelőire vonatkozóan. Sajnos a mai világnak a sajátossága az, hogy amikor valamivel kapcsolatban megállapítják azt, hogy kifejezhetetlen, vagy titok, vagy misztérium, vagy definíciók felett álló valóság, akkor ezt a definíciók felett álló valóságot úgy gondolják, meglehetősen anarchisztikus módon, hogy erről tulajdonképpen nem lehet semmit sem mondani. És akkor ne is beszéljünk róla, mert a végső principium, vagy a végső valóság megközelíthetetlen. Hát ez nem így van. Az, hogyha valamivel kapcsolatban, jelesül a végső misztériumok vonatkozásában megállapítjuk, hogy végső soron kifejezhetetlen, megmagyarázhatatlan és a racionalitás feletti, ez azért soha nem jelenti azt, hogy ne lennének olyan racionális megközelítési kísérletek, amelyek valamennyire azért megpróbálják megközelíteni többé-kevésbé érvényesen. Ha valamivel kapcsolatban azt mondjuk, hogy racionalitás feletti, az nem jelenti azt, hogy egyetlen egy vagy a racionális megközelítési kísérletek azok egyformán érvénytelenek. Nem egyformán érvénytelenek, hanem többé vagy kevésbé érvénytelenek. És vannak olyan definíciók, amelyek kevésbé, és vannak olyanok, amelyek többé érvénytelenek ebben a tekintetben. A nirvána buddhista fogalmának az esetében azok a definiálási kísérletek, vagy fordítási kísérletek, vagy értelmezési kísérletek, amelyek kihúnyásként, vagy megsemmisülésként értelmezik, azok nyilvánvalóan érvénytelenebbek, mint más kvázi definíciók, vagy fordítási kísérletek a nirvánával kapcsolatban. Úgyhogy a lehetséges értelmezések köréből, ahogy mondtuk, leginkább a nirvána vonatkozásában azt tartjuk érvényesnek, amely egy ilyen végső intenzitásban létként értelmezi a nirvánát, egy olyan értelembe vett ellobbanásként, amely egy ellobbanási maximum, és nem foglalkozik azzal, ami utána jön, a megsemmisüléssel vagy egyebekkel, a logika számára és a racionalitás számára utána következőként adódik, ezzel nem törődik, hanem végső intenzitásban létként, szellemi maximumként, szellemi felfénylésként, egy transzcendentális intenzitásban lét maximumaként értelmezi a nirvánát. Buddhizmus erre irányul, ez a célja. És amikor ezt a célt nem nirvánaként, hanem bódhiként, felébredésként értelmezi, vagy tagadja meg, akkor ez a bódhi ugyanígy erre a végső intenzitásban létre való ráébredésként, erre való felébredésként, rádöbbenésként értelmezendő. Úgy gondoljuk, hogy első lépésben ez a leghelyesebb megközelítése a buddhizmus abszolútum fogalmának, vagy fogalmainak. Most természetesen, amikor már egy történeti analízist végzünk, amely a buddhizmus kialakulásának a történeti viszonylataira tekintettel vizsgálja a nirvána fogalmat, és látja azt, hogy nyilván a fogalom értelmezésének különböző történeti korszakai voltak a buddhista hagyományon belül, akkor ott már más a helyzet, ott nem értelmezhetjük ennyire
egyértelműen és határozottan a nirvánát. De úgy gondoljuk, hogy kiindulási alapként szemben a kihúnyással és a megsemmisüléssel, illetve mindazon elgondolásokkal, amelyek arra összpontosítanak, hogy mi van a nirvána után, ugye az utániságot, ezt az időbeni faktort túlságosan bekalkulálják a szemléletükbe. Tehát mindezekkel szemben, kiindulásképpen ez a leghelyesebb megközelítés, amit elmondtunk. Mindemellett, amikor már a buddhizmus történetének a különböző szakaszaira vagyunk tekintettel, akkor ott már ez egyértelműen ilyen határozottsággal nem állítható. Figyelembe kell ugyanis vennünk azt, hogy ennek a kifejezésnek a nirvána, mint ahogy azt a magának a szónak etimológiai alakja is megerősíti, elsődlegesen egy tagadó jelentése van. Ez azt jelenti, hogy a buddhizmus történetének a különböző szakaszaiban, és különösen a kezdeti szakaszában, amikor ez a kifejezés meggyökeresedett, akkor a buddhista abszolútumot valaminek a tagadása révén, vagy valamiknek a tagadása révén definiálták. Nem egyszerűen valaminek a felfényléséről, végső intenzitásban létéről van szó, hanem sokkal inkább tagadólagos kifejezésként számos dolognak a tagadásáról. És hogyha a kifejezést etimológiailag nézzük, akkor a vána, ez magával a szóval, a beszéddel, a kifejezéssel kapcsolatos jelentésű. És ilyen értelemben a nirvána nem jelent mást, mint kifejezhetetlent. Tehát a nir az itt tagadás érvényű, tagadás jelentésű előtag. A magyar nyelvben ugye ez egy fosztóképzőként képeződne, de itt nem egy képző, hanem egy fosztóképző, hanem egy tagadás jelentésű előtag. Tehát a kifejezhetőséggel, a kinyilvánítottsággal, a szavakba öntöttségnek a tagadásával kapcsolatos ez a kifejezés egyfelől. Tehát egy tagadólagos kifejezés, amit mondjuk a mai magyar nyelvhasználatban a kifejezhetetlen nagyjából jól visszaad. És ugye tudjuk, hogy magának a misztérium kifejezésnek például az egyik jelentése, vagy egyik fordíthatósága éppen ez lenne, hogy kifejezhetetlen. De ennél sokkal határozottabb a korai buddhista tanítás a tekintetben, hogy pontosan hogy az etimológiai fejtegetésen túlmenően exaktabb módon meghatározható, hogy a korai buddhizmusban mit jelent a nirvána túl az etimológiai kifejezhetetlen jelentésen. Itt nem egyszerűen a szóbeliségnek és a kifejezésnek, a vánának a tagadásáról van szó, hanem olyan létminőségeknek az elhagyásáról, olyan létminőségeknek a meghaladásáról, amiket a buddhizmusban khandának vagy klésának neveznek. Ugye a khandának az egyik, vagy szokták fordítani, egyik bevett fordítása magyarban a léthalmaz vagy léthalmazat, a klésának pedig szen vagy szennyeződéssel kapcsolatos tudati tényező. A korai buddhizmusban nirvána elsősorban a khandáktól való mentességet, a khandáktól való megszabadulást jelenti, öt léthalmazattól való megszabadulást jelenti, mert a későbbi buddhizmusban pedig a kléságtól, tudati szennyeződésektől, amilyen például mondjuk a harag való megszabadulást jelöli. Tehát tudnunk kell a buddhizmus abszolútum, buddhizmusban megjelenő abszolútumnak megfelelő kifejezéssel a nirvánával kapcsolatban azt, hogy egy olyan tagadólagos kifejezés, az abszolútumnak egy olyan tagadólagos megközelítése, amely bizonyos negatívumoktól való mentesség, mentesülés formájában tételezi az abszolútumot, vagyis úgy tartja az abszolútumot elérhetőnek, hogy ezektől a negatívumoktól mentesíti magát az ember. Innen a nirvánának ez a tagadó előtaggal, fosztóképzővel ellátott eredeti szó alakja.
És amikor ilyeneket mondunk, akkor ez számunkra soha nem csak filológia, és soha nem csak történeti, vagy vallástörténeti, vagy vallásfilozófiai okoskodás, hanem megpróbálunk rámutatni arra, hogy a hagyományok, az abszolútumot, például a buddhizmusnak az esetében úgy gondolták el, hogy az embernek ahhoz, hogy az abszolútumot elérje, és hogy arra összpontosítson, hogy ahhoz bizonyos tényezőktől, vagy tényezők sokaságától, vagy tényezők rendszerétől kell magát mentesítenie. Azért hívjuk fel a figyelmet arra, hogy a nirván egy tagadólagos kifejezés, hogy tudatosítsuk magunkban és a hallgatóinkban azt, hogy bizonyos dolgoktól mentesítenie kell magát az embernek, bizonyos nagyon alapvető valóságköröket felölelő dolgoktól mentesítenie kell magát az embernek ahhoz, hogy végsőt el tudja érni. És ezáltal a metafizikai tradicionalitás szellemének eleget tegyen, amely ugye, mint láttuk, vagy mint szó volt róla, végsőre irányuló szellemiséget jelöl. A hinduizmus esetében, ahol a végcélt moksának vagy muktinak nevezik, azokban az irányzatokban, amelyek nem teisztikusak, tehát ahol a végcél nem a kereszténység istenéhez, vagy az iszlám Allahjához hasonlóan istenné formájában van megadva, mondjuk Visnuként vagy Sívaként, azokban az irányzatokban többnyire moksaként vagy muktiként jelölik az abszolútumot, a hagyományok végcélját. Mind a két kifejezés, moksa is és a mukti is, annyiban is összevetendő a nirvánával, hogy nem annyira tagadólagos kifejezések, mint a nirvána, mint a transzcendentális ellobbanás, vagy végső intenzitásra jutás buddhista kifejezése. Egy bizonyos fokig, különösképpen a muktiban, szintén van egyfajta tagadólagosság, de csak nagyon áttételesen. Mind a két kifejezés, tehát a moksa is és a mukti is egy mú nyelvi gyökre vezethető vissza, amely kötelék, kapcsolódás, fixáció, megkötözöttség jelentéssel bír. És ebből képzett szóalakokról van szó, különösképpen a mukti esetében, de valószínűleg a moksa esetében is. És nyilvánvaló, hogy értelmileg a moksa is és a mukti is a kötelékek alól való felszabadulást jelenti, és a jelentésük egyébként szó szerint ez, hogy felszabadulás, megszabadulás, de közelebbről szótanilag konkrétan a kötelékek alól való felszabadulást jelöli, különböző kötelékek alól való felszabadulást jelöli. Mégis nyelvi formájában egyik sem a mukti, sem a moksa nem annyira tagadólagos kifejezés, mint a buddhizmus nirvánája. Tehát értelmileg mind a mukti, mind a moksa metafizikai felszabadulást jelent. Metafizikai megszabadulást jelent, amikor a kötelékeknek a komplex körétől az ember megszabadul. De ez a megszabadulás a hinduizmus esetében nem annyira tagadólagos, mint a buddhizmus esetében. Vagyis, és ezt majd mindjárt látni fogjuk, a megszabadult bölcsek, metafizikailag felszabadult bölcsek esetében a hinduizmus megengedi olyan bizonyos eseteket leszámítva, tehát kivételek léteznek, de általában megengedi olyan kötelékek meglétét, amelyek ellenére mégis a megszabadulás, az azoktól való teljes megszabadulás létrejön. Egy kicsit bővebben és pontosabban kifejtve ezt a gondolatot, a következőket lehet mondani. Az egyik nagyon jelentős hindu és metafizikumra végcélra centrált hindu hagyományban, az Advaita Vedanta hagyományában nagyon gyakoriak azok a megközelítések, vagy gyakran előfordulnak, hogyha nem is nagyon gyakoriak, inkább maradjunk annyiban, gyakran előfordulnak olyan megközelítések, amelyek azt mondják, hogy a megszabadult esetében, a megszabadult bölcs esetében például egyáltalán nem áll fenn elmeműködés. Úgy írják le a végcélnek az állapotát,
amely például az elme működésnek a kötelékétől teljesen mentes, és amelyben az elme működésnek a köteléke egyáltalán nem áll már fenn. Ezek nagyon-nagyon radikális megfogalmazások, amelyeknek technikai céljaik vannak, és amelyek tulajdonképpen nem is annyira létigazságok, nem is annyira egy igazságot fejeznek ki, mint inkább egy módszertant, egy módszertani megközelítést. Tehát egy olyan módszertant hordoznak, amely a végső célt nem az elme működésnek a mozgásba hozása révén próbálják elérni, hanem az attól való nagyon szigorú elhatárolódás révén. Tehát ezeknek a kijelentéseknek az igazsága inkább módszertani igazság, mint sem ontológiai vagy metafizikai igazság. És ezt pontosan azért mondhatjuk, és azért állíthatjuk ilyen határozottan, mert az egyéb moksa vagy mukti definíciók, a metafizikai felszabadulásnak az egyéb definíciói, ahogy említettük, nem ennyire tagadólagosak. Sankarácsárja a neki tulajdonított egyik költeményben, az életben megszabadult boldogságának tengerhulláma című költeményben a következőképpen definiálja azt a személyt, aki már életében, tehát élő személyként, élő személy voltában elérte a megszabadulást. Egyébként az a tény, hogy élő személy voltában, tehát a kötelékeknek abban a komplexumában, amit egy élő személyiség jelent, egy eleven ember jelent, ezek azért metafizikai szempontból, ez egy kötelékhalmaz, hogy élő személy, kötelékeknek a sokaságát jelenti. Tehát maga az a tény, hogy a hindu hagyomány hangsúlyozza a megszabadulásnak, a muktinak egy olyan formáját is, amelyet Jiva Muktának nevez, vagyis életében megszabadult személynek. Ez mutatja azt, hogy a moksa felfogása, a mukti felfogása nem annyira kizárólagos, nem annyira tagadólagos, mint a buddhizmusé. Hiszen bármennyire is nagy, sok kötelékkel bír az, sok köteléket jelent az, hogy az ember egy élő személy, személyiség és él, a muktit ilyen esetben is tételezi. Tehát a bizonyos fajta kötelékeknek a megléte mellett is lehetségesnek tartja a megszabadulásnak a meglétét. És ez nagyon szépen kiderül ebből az említett Sankara versből is. Néhány verszakot felolvasnék ezzel kapcsolatban. Ez a Jiva Muktának, tehát az életében megszabadult személynek a definíció is egyúttal egy költői formában. Különféle lenyűgöző ruhákba öltözött és aranyékszerekkel díszített városi férfiakat és fiatal nőket nézni, mint képeket. Tudatában lévén annak, amit éppen lát, és vidáman elkeveredve velük. A bölcset, kinek tudatlanságát eloszlatta a guru kegyelme, mindaz egyáltalán nem téveszti meg. Itt a bölcs, amit a szövegünk úgy mond, hogy bölcs, ez magára a Jiva Muktára, tehát az életben megszabadult személyre vonatkozik. Újra felolvasnám. Különféle lenyűgöző ruhákba öltözött és aranyékszerekkel díszített városi férfiakat és fiatal nőket nézni. Tehát egyáltalán nem tartja a muktától, a megszabadulttól távolinak azt a lehetőséget a szerző, hogy ilyen világi tapasztalatokkal rendelkezik. De hozzáteszi, mint képeket. Tehát az különbözteti meg egy átlag személyiségtől, hogy ő ezeket nem csak egyszerűen látja, a lenyűgöző ruhákba öltözött és aranyékszerekkel díszített városi férfiakat és fiatal nőket, hanem ő képként is látja, ő képként látja ezeket. Tehát nem annyira valóságosként, mint egy átlag ember. Pontosítja, mind képeket, kitételt pontosítja, tudatában lévén annak, amit éppen lát, tehát tudatosan látja mindazt, amit éppen lát, vidáman elkeveredve velük, akár ezt is megteheti,
amennyiben képekként tekinti ezeket a látványokat, és tudatosan tekinti ezeket, annyiban akár el is keveredhet velük, mert a bölcset, kinek tudatlanságát eloszlatta a guru kegyelme, mindez egyáltalán nem téveszti meg. Az erdőben kedves koronájú, lombjától és gyümölcseinek súlyától lehajló, nagy árnyat adó fákat szemlélni, melyeken madárkák dalolnák édesen. Nappal imára, éjjel pedig pihenésre véve igénybe alattuk a földet. A bölcset, kinek tudatlanságát eloszlotta a guru kegyelme, mindez egyáltalán nem téveszti meg. És így tovább. Nagyon sok, még sokkal megrökkentőbb világiasnak tűnő párhuzamot hoz a szerző, és úgy definiálja ebben a versben, ebben a költeményben a Jivamuktát, mint aki ezekkel a ezen kötelékek ellenére nem megfosztva magát ezektől a kötelékektől, hanem ezen kötelékekben élve, ugye ezen kötelékek tapasztalatai közepette, bölcs, és ezen kötelékek tapasztalatai közepette éri el, vagy érte el, vagy tartja fenn a felszabadulást, a megszabadulást, a muktit. És ezért jiva mukta, ezért élő megszabadult. Tehát így láthatjuk, hogy a nagyon alapvető különbség a buddhizmus és a hinduizmus abszolútum felfogása között, hogy a buddhizmus inkább tagadólagos módon határozza meg a végcélt, míg a hinduizmus kevésbé tagadólagos módon, mert szintén a kötelékektől való elszakadottságként, azoktól való megszabadulásként, de mégis kevésbé tagadólagos módon. Leszámítva néhány esetet, amit az Advaita Vedanta kapcsán említettem. És van egy közös ideája a hinduizmusnak és a buddhizmusnak, és ez az ürességnek az eszméje, amely szintén a végcélnak, a végső misztériumnak az egyik tradicionális kifejezése mind a két hagyományban. Most nem mennék abba a filológiai kérdésbe bele, hogy ez most buddhista eredetű kifejezése, vagy hindu eredetű. Az általános álláspont ezzel kapcsolatban az, hogy a sunya vagy sunyata buddhista kifejezése, amelyet aztán a hinduizmus átvett, és bár az ősi tradíció, de mégis ő vett át a buddhizmusból, és később általánosodott bizonyos hagyományaiban, főleg a tantrikus tradíció, a hindu tradíciókban. Ez azért bizonytalan, tehát ezt nem tudjuk egyértelműen megállapítani. Nem tudjuk tételezni azt, hogy Nagarjuna, tehát egy hindu gyökerekkel rendelkező, de mégis buddhista mester volt a sunyata fogalmának, vagy eszméjének az első megfogalmazója. Ezt azt hiszem, hogy az egzaktság keretei között nem lehet állítani. Mindösszesen annyit tudunk ezzel kapcsolatban, hogy valóban egy buddhista nagymester volt az, aki az ürességgel kapcsolatos tanításokat elsőként doktrinális formában részletesebben kifejtve összegezte. Tehát van az abszolútumnak, az abszolútum metafizikumnak, hindu és buddhista oldalon különösen, ürességkénti felfogása is. Az üresség nyilvánvalóan negatív kifejezés, ezt érezzük. De annak ellenére egy negatív kifejezés annyira nem tagadólagos, mint a nirvána. Tehát közelebb áll a hindu muktihoz és mókshához a nirvánánál, hiszen direkt módon nem tagadólagos, nincs csak magának a kifejezésnek a szó szerinti jelentésében tagadás. De mégis egy negatív kifejezés, hiszen valaminek a hiánya révén, valamitől való mentesség formájában ragadja meg az abszolútumot, és akként írja le, vagy akként próbálja az értelmesen gondolkozó ember számára felfoghatóvá tenni. Üresség.
Ez egy rettenetes fogalom tulajdonképpen a nyugati embereknek a nagy része számára. És hogyha kellőképpen őszinték vagyunk magunkhoz, azt lehet mondani, hogy az üresség az a metafizikai abszolútumnak egy olyan megfelelője, amely a tradicionális orientációjú embereknek a nagy többsége számára is igazából nem élő, nem eleven, nem igazi ideaerővel bíró kifejezés. Mert valami hiányt hordoz, valami nem eléggé pozitív. Annak ellenére, hogy nem tagadólagos úgy, mint a nirvána, mégsem eléggé pozitív. Üresség. Tehát inkább egy kicsit tartózkodással, nem is félelmekkel, de tartózkodásokkal vegyes fogalom. És azért nem hozza be az emberek legtöbbje számára, nem igazi megtestesítője a metafizikai abszolútumnak, a végcélnak és a végső misztériumnak. Most úgy véljük, hogy ez abból adódik, és általában a tagadólagos kifejezések, vagy a negatív kifejezésekkel kapcsolatos tartózkodás az abból adódik, hogy a mai embernek nincs eléggé fogalma arról, hogy milyen kötelékek közepette él, hogy a természeti lét, hogy az ő emberi léte, az ő egyénkénti léte, az miféle megszorításokból, megkötöttségekből, bilincsekből, bebörtönözöttségből, börtönszerű törvényszerűségekből fakad. Hogyha tisztában lennénk a saját magunk iszonyatosan megláncolt állapotával, akkor minden negatív kifejezést üdvözölnénk, vagy sokkal inkább üdvözölnénk azokat a negatív kifejezéseket, amelyek a végcélt, végső misztériumot, mert a fizikai abszolútumot negatív módon ragadják meg, mint az üresség. Azért félünk az ürességtől, vagy tartunk legalábbis az ürességtől, mert nem tudjuk, hogy az a van, amivel bírunk, amivel rendelkezünk, az mennyire megköt bennünket. Hogyha tisztában lennénk a kötelékeinknek a hihetetlen komplexitásával, akkor üdvözölnénk az ilyen negatív fogalmakat, mint az üresség például. Sunnya üres, vagy sunnyata üresség. De tradicionális orientációval bírva, és elfogadva, hogy a sunnya az abszolútumnak az egyik kifejeződése, metafizikumnak az egyik tradicionális kifejezése, ami ráadásul két hatalmas tradíció körben és centrális jelentőséggel bírt, el kell kezdenünk barátkozni, azt mondjuk magunknak, hogy ideánká, saját ideánká kell tenni az ürességet, és ki kell alakítani egy olyan viszonyt az ürességgel kapcsolatban, amely leszámol a mindenféle averziókkal és viszolygásokkal. És igenis, az üresség az egy fontos idea a metafizikailag törekvő ember számára. Egyébként a kenózis formájában, a kiüresítés formájában megtalálható a zsidó és keresztény hagyományban is, amely különösen a kereszténység és a keresztény misztika egyes esetekben az Isten elérésének legfőbb módszereként tekint a kiüresítésre, mint olyanra. Azt mondja, hogy a kiüresítés az, amelynek révén az ember leginkább az istenséget, az Istent, Atyát el tudja érni. Tehát nem teljesen ismeretlen a kereszténység számára sem, nyugaton sem. De mégis barátkoznunk kell vele, és el kell hagyománytiszteletünkből adódóan, és hagyománnyal kapcsolatos tekintélytiszteletünkből adódóan el kell fogadnunk azt, és örömmel el is fogadjuk, hogy a sunnyata, az üresség, az a metafizikai végcélnak egy adekvát kifejezése. Próbáljuk ezért megérteni. A tibeti buddhizmusban az üresség pontosan ennek a megértésnek, jelentősége megértésének az érdekében együtt jár a fény fogalmával.
felfénylés fogalmával. A Vajrayana buddhizmus úgy tartja, hogy az üresség az együtt jár egy fény természettel, és a fény elválaszthatatlan velejárója az ürességnek. A prakása, a felfénylés, az üresség saktia. Az üresség egy centrális mag, amit a fény saktiként mindig körbevesz. És ez a két sajátosság a Vajrayana buddhizmus bizonyos irányzatainak a felfogása szerint elválaszthatatlan egymástól. Tehát a fény természet az mindig együtt jár az üresség természettel is, és az üresség természet mindig a fény természettel. Ugyanez a hagyomány azt mondja, hogy mielőtt bármit is látnánk, vagy mikor valamit igazán látunk, tehát a primordiális látás, az elsődleges látás, mindig a dolgoknak a fény természetét tapasztalja. Tehát én amikor azt mondom, hogy azt, akár azt gondolom önök bármelyikével kapcsolatban, hogy XY, akkor ez már nem egy primordiális látás. Mert az ember elsőrendűen és eredetileg mindig egy fényt tapasztal, és a fénytapasztalás az ember elsődleges tapasztalása, nyilván nem érzékszervi módon, hanem eszenciális tapasztalás értelmében. Mindig a fénytapasztalás az elsődleges, és amikor már ehhez az társul, hogy XY, vagy ilyen és olyan, akkor ez már mindig nem egy teljesen tisztán tudatos tapasztalás, hanem egy olyan tapasztalás, amiben az elmeműködés, mentális abstrakció és egyéb ilyen alsóbbrendű természeti funkciók játszanak szerepet. Metafizikailag tapasztalva az ember tényleg elsőként bármivel kapcsolatban fényt lát. És a fényt azért fénytapasztalását azért veszíti el, mert elkezdi megnevezni azt a bizonyos tapasztalatot ekként és aként, és akkor már elveszíti ezt a primordiális tapasztalást. És ugye az előbb említett tézisnek az értelmében, hogyha a fény mindig együtt jár az ürességgel, és hogyha az üresség saktia mindig a fény, akkor egyszerűen, mint az ember elsődlegesen mindig ürességet is tapasztal mindennel kapcsolatban. Ez az ember primordiális tapasztalása. Van többek által ismert indián kozmológiai felfogás, hogy a csillagok az égen, a sötét égbolton, amikor a csillagokat látjuk, akkor nem mások, mint lyukak. És ezek a lyukak olyan lyukak, amelyeken keresztül a valódi, az igazi valóságnak, a transzcendens realitásnak a fénye átáramlik. Az üresség szemlélet, az élő elelen üresség szemlélet hasonló a formák világában is, mégpedig abban az értelemben, hogy ahogy a csillagokon át az indián felfogás szerint átáramlik a transzcendentális valóságnak a fénye, ugyanúgy a dolgokat ürességként látó szemlélet számára, ami már az abszolútumban lehorgonyzott, ezért lát mindent üresnek, és annyira ő szorosra vonta a kapcsolatát, a saját maga kapcsolatát az abszolútum üresség aspektusával, hogy ezért lát mindent üresnek. Ennek a szemléletnek a számára a formák az indián szemlélethez hasonlóan olyan egy sötét ruhás ember alak esetében nem egy testi alak és egy egyszerű forma tapasztalat, hanem egy olyan rés ez a forma tapasztalás, amin keresztül az üresség áramlik. Tehát ez most egy kicsit ilyen nagyon, nem csak kicsit, hanem nagyon absztraktnak tűnhet. De elvileg lehetséges a szemléletnek egy olyan megváltoztatása, amely egy idő után formákban, tehát mondjuk ennek a paravánnak az alakjában nem a formát látja, a fizikai formát, hanem úgy tekint erre a paravára, és ez különösen a sötét részeinél tapasztalható első fokon, amelyen keresztül így az üresség szinte betör a világban. Tehát nem azt nézi, hogy ez egy paraván, amit ugye az emberi racionalitás mond vele kapcsolatban, hanem a sötét részeken elsőként tapasztalva azt látja, hogy az üresség hogyan hatol be a világba. És ilyen módon a formák, legyen az bármi, tulajdonképpen üresség tapasztalások számára. Ugyanúgy, ahogy az indiánok számára a csillag, a transzcendentális valóságra nyíló kiskapuk voltak
számára a formák, az ürességben nyíló kapuk. És teljesen mindegy, hogy mennyire eltérőek a formai alakok, mondjuk ezért a lámpája és azért a paraváné, mindegyikre a maga fizikai formáján túl úgy lehet tekinteni, mint egy kapu az ürességre, amelyen át a maga speciális formáin keresztül áramlik be az üresség valósága a tudati szemléletbe. Tehát az alakok így elsődlegesen üres, és az ürességet jelentik. A forma üresség. És hogy ennek miközben megszabaduláshoz és a metafizikai abszolútumhoz, hát annyi, hogy amikor az ember ürességként látja a létezőket, az egyszer, mint azt is jelenti, hogy számára nem léteznek saját tudattól független realitásként. Tehát amikor valamit az ember üresként lát, és az üresség megnyilatkozásaként lát, az azt jelenti, hogy nem tudattól független létező. Nincs semmi megkötő ereje. Nincs semmi olyan benne, amivel igazán és komolyan megbilincselne. Ezért áll a megszabadulás jegyében az üresség tapasztalás, és ezért a megszabadulásnak az üresség az egyik aspektusa. Ez az üresség, ez a sunyá, ez nem egyszerűen egy hiány, egy megfosztottság, egy nem lét, hanem egy transzcendentális üresség, egy felszabadító üresség. Egy olyan üresség, hogy amikor az ember ezt a fajta ürességet tételezi, akár a saját személye vonatkozásában, akár más létezők ürességének a vonatkozásában, mind a kettő nagyon-nagyon fontos. Ez az üresség két fő aspektusa. Saját személy vonatkozásában való tételezés és létezők vonatkozásában való tételezése. Amikor ezt így tételezi az ürességet, akkor végbe megy egy megszabadulás. Semmi megkötő erővel nem bír, akkor már nem egy olyan valami, amihez vonzódni lehet, nem egy pohár víz, amire vágyni lehet, nem egy bármi, amire vágyni lehet, vagy amihez magát az ember hozzáköthetik, hanem üres. És az ürességnek a megnyilatkozása. És ezért megszabadító és felszabadító, és az embert az abszolútum irányába vezeti. És amikor az ember szigorúan hű a metafizikai tradicionalitáshoz, az csak is és kizárólag akkor valósul meg, amikor ténylegesen a megszabadulás irányába tesz lépést. Nem akkor, amikor alkalmaz egy metafizikai igazságot a világi életre. Az is az igazság jegyében állhat, hogy az is áll az igazság jegyében, de nem annyira, mint azok az esetek, amikor tisztán a metafizikai igazság jegyében, alkalmazásokon túl a végső igazság jegyében áll az ember törekvése. És ehhez a végső valósághoz való törekvéshez az ürességkénti szemlélet nagyon is hozzávezet, és az üresség ez mindig egy esszenciálisan, nem fizikailag tapasztalható értelemben, hanem esszenciálisan, egy szellemi fény természettel jár együtt. Üresnek tapasztalni a dolgokat, szellemi fényt. Szellemi fényt tapasztalni jelent, mert nincs benne megkötés. Az ember végre elszakad, ha így lát. És két fő aspektusa van az ürességnek. A saját személyre vonatkoztatott üresség és a saját személynek az üressége, a saját személytől való mentesség lényegében, anatta, a buddhizmus megfogalmazásában, és más létezők vonatkozásában tapasztalt üresség. Amikor az ember felismeri azt, hogy a dolgok nem bírnak önléttel, nincs öntudatuk, nincs öntudatosságuk. Mindenjük, ami van, azt az ember tulajdonítja nekik. Egyszer ezt, egyszer azt, egyszer alábecsüli őket, egyszer felülértékeli, egyszer túlértékeli őket, de minden csak ő tulajdonít nekik. Ami az esszenciális természete a létezőknek, az az üresség. És az az üresség természettapasztalás, az üresség tapasztalás, ez mindig elválaszthatatlanul egy szellemi fénytapasztalással is jár, amely mindig megszabadító jellegű. És a sok ilyen megszabadítás, megszabadulás, felszabadulás jegyében álló tapasztalat, legyen az bármi,
például egy gondolkozás során feltáruló intuíció, egy gondolkozás során megvalósuló intuíciónak a felszabadító ereje, tehát a sok ilyen kis felszabadító tapasztalat az, ami az embernek a teljes és tökéletes felszabadulásának az útját szegélyezi. Köszönöm szépen a figyelmet.